Január elején új edző Zoran Spisiak irányításával kezdte el a felkészülést az NB2-es tabella 14. helyén álló Nyíregyháza Spartakusz. A csapattól menet közben távozott az őszi házi gólkirály Pekár László, valamint Dragonel Filip, pótlásukat egyelőre házon belül igyekszik megoldani a szakvezetés. A Spari két hetet Törökországban készült, ahol 4 edző meccsen is pályára lépett. A vezetőedző szerint hasznosan töltötték az elmúlt egy hónapot. Sok mindent sikerült elvégezni ebbe a 4,5 hétbe, mert igazából a január 3-ától kezdve 26 napot tudtunk teljes mértékben edzeni, 53 edzésnek véget értünk, úgyhogy sok munkát tudunk végezni, elsősorban a játékstílust, amit akartuk beépíteni, elkezdtük egy folyamaton, és ez nagyon jól úton van, meg jól halad. A másik oldalon a játékos beilleszkedés, a keret kialakítás folyamatban van, sok csapat egység, ami nagyon fontos volt, hogy ezekbe a hetekbe próbáljuk összekovácsolni minél jobban. Fiatal játékos a beépítése, fiatal játékos megértése az, hogy mi a feladat az első csapon és a felnőtt futballban. Ugyanúgy extra munkát, amit kellett velük végezni. Sok-sok munkát végezett a csapat, és azt mondom, hogy nagyon sokat a stáb is, nagyon sokat dolgozott, hogy ez létrejöjjön. Úgyhogy azt mondom, nagyon pozitív és jó a benyomások ebbe a 4,5 hétbe. Rubus Tamás szerint, bár a viharos időjárás miatt 2 meccs elmaradt Törökországban, a lejátszott 4 mérkőzésből is tudnak majd profitálni a tavaszi szezonban. Játszottunk egy román első osztályú csapattal, aki azért jó erőt képviselt, sajnos kikaptunk ellenük. Utána ugye játszottunk 2 kazakh első osztályú csapat ellen is, mind a kettő nagyon jó erőt képviseltek. Ugye az egyik ellen kikaptunk, a másikat viszont sikerült megvernünk, ami szerintem óriási fegyvertény. Azon a meccsen játszott a legjobban a csapat. Védekezésbe, támadásba is mindent végrehajtottunk, amit a mester kért. Hát igen, sajnos elmaradt 2 edzőmeccsünk is, ami ugye a bajnoki meccs előtt a főpróba lett volna, ami kár volt, hiszen mindenki a 90 perces mesterrel is jutott volna. De ugye már is lett rendezve egy edzőmérkőzés, úgyhogy mai lesz a igazi erő főpróba a bajnoki meccs előtt. A főpróba végül 5-0-ás Spari sikerrel zárult. A tavaszi nyitófordulóban vasárnap Tatabányán a jelenleg 5. helyen álló Budaörs ellen lép pályára Nyíregyháza Spartakusz. Nagyon nehéz meccs vár ránk. Tudjuk, hogy Budaörs egy jó összetett csapat, egy jó összerakott, egy csapat, amelyik jó áll a tabellán, sok pontot gyűjtött az első részben a bajnokságban, de ugyanúgy azt mondom, nekünk is vannak kvalitásuk, amelyeket föl kell hozni maximumra, ki kell használni, rá kell készülni, ki kell elemezni a Budaörsnek teljes mértékben az, hogy mi az erejük és mi a gyengeségük. Arra kell ráépíteni egy taktikát és egy stratégiát, és abból kell próbálni maximumot kihozni. Mindenféle éppen mi szeretnénk 3 pontot gyűjteni, de azt mondom, ha ponttal is jövünk, avval is meg kell elégedni ebbe a pillanatba, de mondom, a csapat, a fejünkbe, a hozzáállásunk, a gondolkozásunk, az a 3 pont lenne az optimális és a legjobb, amit szeretnénk elérni. A 22. forduló további párosítása a következő: Soroksár-Vác, Kazincbarcika-Tiszakécske, Moson-Magyaróvár-Kaposvár, Cegléd-Békéscsaba, Munort-Csákvár, Vasas-Siófok, Dorog-Budafok, Gyirmód-Balmazújváros és Zalaegerszeg-Győr.